Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a György Fischer Nagykun Múzeumban. Hamarosan nyílik egy érdekes kiállítás. Dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgatóról beszélgetünk. Itt a vitrinekben érdekes maketteket lehet látni. Mik is ezek pontosan? Igen, ez a kiállítás egy repülőgép kiállításnak, repülőgép maketteket mutatunk be ezen a kiállításon, makett kiállítás, amely a II. Világháború repülőgépeit, repülőgép flottáit mutatja be, különböző nemzetiségek és típus szerint rangsorolva. Ezt Máté Géza, budapesti építész alapja, tervei, illetve hát az ő gyűjteményéből válogatta, és úgy hozta el ide a kiállításba. Ugye tudjuk a repülésről, a repülés történetéről, a légiharcokról, hogy II. Világháború során annyira fejlődött már a repülés, hogy akkor már vadász és bombázó repülők raja lepte el az eget. Mondjuk ez az első világháborúban kapott már először teret, ugye az első világháborúban nem sokkal korábban felismert, illetve felfedezett repülés a repülőknek az egyre nagyobb előretörése során, ugye az első világháborúban kaptak egyre nagyobb szerepet a háború során is a repülők, amelyek utána ugye, főképpen akkor is a bombázók, amelyek utána majd a II. Világháború során kaptak még nagyobb szerepet egy-egy csatának az eldöntésében, hiszen azért tudjuk azokat a hatalmas nagy harckocsi csatákat, tudjuk a csendes óceáni hajócsatákat is, ahol nagyon kellett a légi támogatás. És gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az összes háborúzó fél nagy energiákat fordított arra, hogy legyen megfelelő repülőgép arzenája. És ezek a repülőgépek különböző típusok szerint bombázók és vadász repülők szerint alakultak ki, és felderítőgépek is voltak. Ugye az első világháborúban inkább még csak a kétszárnyasok, azok elsősorban a felderítéssel foglalkoztak. Második világháborúban meg már harci eszközzé váltak, épp úgy, mint a többiek. És ugye ezeknek a Máté Géza ezeknek a sorsáról olyan szinten tud, hogy tudja, melyik, hogy nézett ki egy-egy lezuhant pilóta, vagy egy legendás pilótának a repülőgépe, és ő nem egyszerűen a repülőgépeket akarta maketben megcsinálni, hanem annak a legendás pilótának a repülőgépét akarta maketben megformázni és kialakítani, és ezeket mutatja itt most be a Karcagi Múzeumban. Innen az arcok, hiszen itt azért láttunk a falon is néhány fotót, de itt a vitrinekben is, itt ami mellett állunk, és ide van téve, hogy kiült abban a gépben is, a gép adatairól és a pilóta adatairól is találunk információkat. Gondolom, hogy nagyon hasznos lesz ez a gyerekeknek. Meddig lehet látni ezt a kiállítást? Igen, bízunk benne, hogy a gyerekek is sokat tanulnak belőle, mert mi magunk is sokat tanulunk belőle, hiszen azért a II. Világháborút ilyen szögből is meg lehet figyelni. Ezt a kiállítást most ebben az évben még december 20-áig fogjuk nyitva tartani, akkor elmegyünk egy szünetre, és akkor de január 9-10-e az, amikor még látogatható, hiszen az első héten még zárva lesz a múzeum, és akkor utána újra nyitva lesz, és akkor 10-15-10-én így lehet látni, hiszen utána már jön az új kiállításunk. Arról pedig majd még fogunk beszélni. Gondolom, hogy sokan fognak kíváncsiak lenni arra, amit a gyűjtő elmond. Gondolom, tudott már vele beszélni, hiszen a kiállítást rendezték. Hogy csöppentő ebbe bele tudunk erről valamit? Gyakorlatilag ő neki volt egy, ahogy én kivettem a szavaiból, és ahogy én emlékszem rá, hogy neki volt egy vadászpilóta ismerőse. És ő, aki a II. Világháborúban vadászpilóta volt, és ő vele sokat beszélgetett, ez a vadászpilóta írt is egy könyvet, és elmondott bizonyos történeteket, legendákat, ami nagyon megragadta, és azt hiszem ez alapján indult ő, de ezt majd ő el fogja mondani részletesen. Tehát akkor ő is egy legendához kapcsolódott, és így alkotott egy legendát. Reméljük, hogy sokan meg fogják nézni ezt a kiállítást, amely nyitvatartási időben tekinthető meg. Igen, gyakorlatilag 2-től szombatig, 10-től 17 óráig megtekinthető. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Máté Gézával beszélgetünk, először is a karcagi kötődését szeretném megtudni, hiszen úgy tudom, hogy valami kötődés azért van a városhoz, hogyha nem is itt él.
egy apai dédnagymama Karas névre hallgatott, ő karcagi születésű volt, a nagypapáik Püspökladányban laktak, aztán mi meg debreceniek lettünk. Akkor egy picit azért vannak gyökerek, amik ide kötik. Mennyire ismeri a múzeumot? Volt-e ideje még itt a kiállítás rendezte megnézni, a Győrfi István neve? Azért biztos, hogy mond önnek is valamit, de hát építészként azért mennyire érdeklődik a névrajz tudományok iránt, vagy inkább csak a kutatások, ami a repülőköz vonatkozik, abba ásta bele magát? Hát én eredetileg Veszprém megyében voltam műemlékfelügyelő 29 esztendőn keresztül, és így a néprajzzal, elsősorban a borospincékkel, meg a Balaton felvidéki néprajzával is foglalkoztam. A repülés az abszolút csak hobbi, és elég későn kaptam rá, már ami a makettépítést illeti. És itt úgy tudjuk igazgatót, hogy ennek volt valami személyes élmény, hogy egy ismerőse volt vadászpilóta, legalábbis ő így mondta, hogy így tudja öntől, és ennek a hatására kezdett el ezzel foglalkozni. Hát mint minden gyerek, igaz, hogy már nagy gyerek voltam, 30 fölött, de elkezd így ilyen maketteket építgetni. És úgy adódott, hogy a Tobak Tibor nevű vadászpilótának a könyvét olvasva bukkantam egy olyan részletre, ahol egy amerikai pilóta egy magyarnak harc közben az égő gépére figyelmeztette, vagyis megmentette az életét, és akkor itt valami kattant, és innentől kezdve én valakinek a repülőgépét kezdtem megépíteni. Az nagy szerencse volt, hogy ez a pilóta négyes, a Tobak Tibor és barátai úgy maguk közé elfogadtak engem, és akkor csomó mindent meséltek, és még személyesebb lett az egész dolog innen. Aztán megbíztak vele, hogy a Hősi halált halt magyar katonai repülők emlékművét megtervezzem. Ezt a helyőrségi művelődési otthon előtt állították fel Veszprémbe. Úgyhogy hogy innentől lett ez egy kicsit mélyebb hobbi, mint a építgetés. És azóta tudatosan keresem, hogy melyik gépbe kiült, illetve valakinek a gépét építem meg, és nem csak összerakok egy műanyag makettet. Igen, itt az előbb mi is láttuk, hogy azért sok gép mellett ott van a fotó is annak, aki volt ez a gép, de itt akikkel érkezett ismerősei, azok egy érdekes történetet is mondtak, van itt egy hordós gép is, amiben sörös hordó van. Milyen történetek vannak? No, amiket, az... Ugye amikor még Magyarországon ennek nem nagyon volt háttérirodalma, akkor mindenféle csehszlovák, meg NDK-s, meg ilyen könyveket, meg szakiratokat olvastunk, és van egy Václav Nemecsek nevű cseh szerző, akinek a Letadlá druhé svetové válké című könyvében, ez a második világháborús repülőgépeknek egy ilyen enciklopédiája, találtam egy fényképet, ahol egy Mark 9-es Spitfire emelkedik el éppen a betonról, és a szárnya alatt a bombatartón két sörös hordó fityeg. És hát ez annyira felkeltette a fantáziát, elő a szótárt, akkor megpróbáltam lefordítani. Hát kiderült, hogy ez hát ugye átkerül a partraszállás után a viszonylag rövid hatósugarú vadászgép Franciaországba, ott a pilóták azt a megszokott angol sört, amit otthon ittak, vagy nem találták, nem szerették a francia sört, élelmes szerelők kitalálták, hogy a hordó abroncsára ugyanoda heggesztenek egy fémfület, ahol a bombákon is van, és hogyha a gép hasa alá egy 170 gallonos póttartályt felerősítenek, azzal haza tud menni Angliáig, ott föltöltik az üres hordót, föltöltik a póttartályt, azzal akkor vissza tudja, és akkor így mégis jó angol sört ittak ezek a... Akkor még nincs vége a történet. Elrohantam persze a vasútmodellezőbótba, és vettem két sörös hordót, de hogy ennek a gyári száma, kifestése, rejtőző színe milyen volt, ez ebből a fotóból nem derül ki. Van egy barátom Debrecenben, aki izraeli gépeket gyűjt, és én, hogyha szakirodamra bukkantam, akkor elküldtem neki az izraeli gépre vonatkozót. És egyszer kaptam tőle egy olyan kifestési útmutatót, a Letyesztvi Kozmonautika cseh újságból lett ez kifénymásolva, ahol ezt a gépet tökéletesen leírják. Hát persze megcsináltam, így már akkor meg lehetett történelmi hitelességgel csinálni, ott látható a kiállításban.
De én ezt az embert nem ismertem, mert a levele személyesen csak így a levelezés. Lengyel kultúrába, szakirodalom után érdeklődve hallom, hogy aki másik kérdezi ott debreceni tájszólásban, hogy nincs-e véletlenül izraeli gépekre vonatkozó szakirodalom. Azt mondja, hogy rögtön rákérdeztem, hogy azért, hogy nem-e véletlenül Budai Lacihoz van szerencsém. Azt mondja, honnantól? Hát szeretném megköszönni a Spitfire-nek a kifestési útmutatóját. Ja, akkor te vagy a Máté, gyerünk át szembe, Ádám söröző, és akkor innentől kezdve 2 óránál csak a repülőkről ment a duma. És gondolom, hogy azért mindegyik makethez azért valami élmény fűzi. Mi a legkedvesebb, majd megmutatjuk utána, de mi a legkedvesebb? Vagy a története miatt, vagy éppen amiatt, ami miatt esetleg olyan szerepet töltött be? Jó kérdés. A Fokker D-21-es holland repülőgép, amit a két világháború között fejlesztett ki egy holland tervezőmérnök repülőgépgyáros, az amikor már kitört a második világháború és a németek megtámadták Hollandiát, akkor már egy kicsit elavult gépnek számított. Egy Bram van der Stock nevű pilóta volt, aki ezt a gépet repülte. Aki imádta a repülést, még a háború előtt megtanult sportgépen repülni. Utána beiratkozott orvosi egyetemre, de másik éves korában behívták katonának, kiképezték erre a holland vadászgépre. És amikor a németek megtámadják Hollandiát, akkor a Denthelder repülőteret támadják éppen Henkel 111-es bombázók, és egy kategóriával jobb Messerschmitt 109-es vadászgépek védik ezeket. Úgyhogy szólnak rádión az akkor éppen őrjáratozáson fennlévő pilótának, hogy ne jöjjön haza, mert itt csak vagy. Hazament, és 3 ellenséges gépet lelőtt a saját repülőtere védelmébe, ami ezzel a korszerűtlen géppel egy nagy teljesítmény. Utána, amikor Hollandia kapitulál, ez a pasas elmegy Angliába, és ott egy angol-holland vegyes legénységű repülőszázad tagjaként még 2 légi győzelmet elér. A vadászpilótáknál valakinek 5 légi győzelme van, azt ásznak nevezik a szövetségeseknél, expertnek a németeknél. Ez már egy nagy dicsőségnek számít. Na aztán ezt egy alacsony támadás alkalmával Franciaország fölött megsérül a gépe, kényszer leszáll, elfogják a németek, beviszik a Stalag Luft 3 névre hallgató hadifogolytáborba, ahol szövetséges repülőtiszteket őriznek. Bram van der Stock lyukatás a kerítés alatt kiszökik, de kint megfogják, visszaviszik. Ez egy tisztít tábor volt, szovjet hadifoglyokkal végeztették a németek a fizikai munkát. Bram van der Stock kölcsönkért egy usánkát, meg egy orosz katonakabátot, mikor kihajtották a foglyokat, velük együtt kiment, de kint megfogták, visszavitték. Táborban működött egy szabóműhely, ahol javították az egyenruhákat, amik elhasználódtak ugye utánpótlás híján. Varratott magának egy német egyenruhát, és amikor eltávozásra mentek a német őrök, közéjük vegyült, kiment a táborból, de kint megfogták, visszavitték. Innentől jön egy olyan dolog, amit már könyvben megírtak, és filmben is lehetett látni, a nagy menekülés, hogy az egyik baraknak a vaskályhája alól egy alagutatásnak, és azon keresztül több mint 70 szövetséges repülőtiszt megszökik így a angol titkos szolgálatnak a segítségével. De a legtöbbjüket elfogják, visszaviszik, kivégzik, nem tudom, 7 voltak azok, akik eljutottak a szabadságig, többek között ez a Bram van der Stock, aki Németországon, Franciaországon, Spanyolországon keresztül Gibraltárig eljut, onnan haza Angliába, végharcolja a háborút. Háború után befejezi az orvosi egyetemet, és a holland haditengerészetnél parti őrségnek a keretében több mint 100 embernek a tengerből való kimentésénél és játszik szerepet. Hogy lehet, hogy nem ez volt a legérdekesebb, legkorszerűbb repülőgép, de hogy a történet arról az emberről, aki benne ült és ezt használta, hát ez volt az, ami nagyon lenyűgözött. Tehát Joseph Hellernek vagy Antoine Saint-Exupérynek is a repülőgépeit látható, úgyhogy valami irodalmi kapcsolat is van benne. Persze a magyarok, mert azokkal is mi minden történt. Úgyhogy ennyi.
Szerintem órákig el lehetne hallgatni, hiszen minden repülőnek van akkor ezek szerint története. Van esetleg olyan, amit most éppen készít, és valamiért érdekes? Hát engem nemrégivel egy vitorlázó repülő fiú hajdószoboszlón fölvitt, hogy üljek már rendes repülőgépbe, és ne ilyen utasszállító buszszerűbe. És akkor úgy gondoltam, hogy ha kész lettem volna vele mostanra, hogy a Messerschmitt gyár csinált 321-es jelzéssel egy óriási vitorlázó repülőgépet, amit két vagy három motoros géppel lehetett felvontatni, de két kisebb fajta tankot, vagy 40 katonát, vagy két teherautót bele lehetett rakni, és hát ez most nem tudom megmutatni, de éppen ezen dolgozok, hogy ezt a nagy vitorlázógépet is megépítsem. Hát én akkor önnek jó kitartást kívánok, hiszen azért itt milliméteres kis alkatrészek is vannak. Én azt kívánom, hogy sokan nézzék meg ezt a kiállítást, és tényleg nagyon érdekes minden történet, amit megosztott velünk. Az a jó, amikor kitehetem és mesélhetek róla, mert az, hogy otthon dobozokba áll a hálószobába, ahol már be se lehet menni, mert 3 köbméternyi anyag be van csomagolva. Úgyhogy már volt kiállításom Szolnokon, a Nemzetvédelmi Egyetemen, Móron, a kastélyban, meg a komáromi erődbe. Úgyhogy ezt hozom ingyen, és csinálom, hogy hát, ha bele szeretnek azok a gyerekek, akik már csak a számítógépet nézegetik, azért összeragasztani, szagolni, lefesteni, az az igazi. És szerintem az lenne az igazi, hogy december közepéig ide ülne a terembe, és mindenkinek elmesélne ezeket a szép történeteket, amit nekünk elmondott. Én azt kívánom, hogy találkozunk még több alkalommal. Úgy van kitalálva igazgatóval, azt beszéltük meg, hogy a karcagi iskolákból, akik érdeklődők eljönnek, szervezünk egy ilyen idegenvezetést, amikor géptől gépig, vitrintől vitrinig megyünk, és akkor én mesélhetek Bram van der Stock tanulságos történetét. Meg barátok, akik nem tudtak eljönni, őnekik is egy másik ilyen idegenvezetés lesz, de azt is ki lehet bővíteni, mert nyilván a meghívón ott kevesebb, vagy ilyen megnyitón kevesebbet lehet elmondani, de hát egy-két órácskát én azért erről tudok fecsegni. Gondoljuk, köszönjük szépen a gondolatait. Nagyon szívesen.